A folytatásban politikai vonatkozású hírek. Alekszandár Vučić államfő aggodalmának adott hangot a koszovói események miatt a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral folytatott brüsszeli megbeszélésén. Közös sajtótájékoztatójukon Vučić elmondta, rendkívül jelentős volt ez a találkozó, mert a kérdés egyre fontosabb, nem csak politikai, hanem biztonsági szempontból is. Belgrád szerint a történteket a pristinai hatalom felelőtlen hozzáállása váltotta ki. Az utóbbi fél évben 6 szerbet sebesítettek meg lőfegyverből, de ezekben az ügyekben nem folytattak nyomozást. Közben alaptalanul tartóztattak le szerb nemzetiségű polgárokat, jelentette ki Vučić. Rámutatott arra, hogy Szerbiának eddig jó viszonya volt a KFOR-ral és a NATO-val. Arra kérte a katonai szövetséget, hogy szavatolja a biztonságot a szerbek számára is. Belgrád meg szeretné őrizni a békét és a stabilitást, üzente Vučić. Jens Stoltenberg közölte, a KFOR továbbra is részrehajlás nélkül teljesíti megbízatását. A feszültségek nyomán növelte jelenlétét Koszovóban. Folytatja a biztonság szavatolását minden közösség számára. A KFOR katonái elleni támadások azonban nem fogadhatóak el. A szerb államfő Brüsszelben megbeszélést folytatott Miroslav Lajcsekkal, a párbeszédért felelős uniós külön megbízottal is. A feszültség enyhítéséről, valamint a két fél szakértői szintű párbeszédéről cseréltek véleményt. Brüsszelben tárgyalt Belgrád és Pristina küldöttsége is. Kétoldalú megbeszélést tartott Peter Petkovic, a szerb kormány Koszovó ügyi irodájának igazgatója, és Miroslav Lajcsák, a párbeszédért felelős uniós külön megbízott. Ezt követően Lajcsák Besznik Biszlimi pristinai főtárgyalóval is találkozott. Háromoldalú találkozóra nem került sor, noha az unió abban reménykedett, hogy azt is megtartják. A tanúk jelentése szerint a szerbiai küldöttség közölte, hogy hajlandó lett volna tárgyalni a koszovói delegációval. Külföldi hírek. Az ENSZ-nek 3 hónapja van, hogy megmentse a gabona egyezményt, mondta Mária Zaharova, orosz külügyi szóvivő. A megállapodás 3 évig van érvényben. Ha a felek valamelyike fel akarja mondani, akkor azt 3 hónappal korábban jeleznie kell, ahogyan Oroszország megtette. Ennek megfelelően az ENSZ-nek még mindig van ennyi ideje, hogy kézzelfogható eredményeket érjen el. Ebben az esetben visszatérnek a kérdés megvitatásához, hangsúlyozta Zaharova. Oroszország korábban tájékoztatott, hogy nem hosszabbítja meg az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött gabonaegyezményt, amely hétfőn járt le. Moszkva szerint nem teljesültek a rá vonatkozó ígéretek. 5 közép-európai ország az ukrán gabonaimport tilalmának meghosszabbítását követeli. Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Románia és Szlovákia illetékes miniszterei vasobban megállapodást írtak alá, amelynek alapján továbbra is együttműködik az ügyben. Nagy István magyar agrárminiszter kifejtette, az Ukrajnával szomszédos országok számára elfogadhatatlan a szeptember 15-i határidő a gabonafélék uniós behozatali tilalmára. Ha az Európai Unió nem hosszabbítja ezt meg legalább az év végéig, Magyarország minden eszközével megvédi a magyar gazdákat. A találkozón részt vett Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök is. Nyomatékosította, országa a szeptember 15-én nem nyitja meg határait az ukrán gabonafélék előtt, továbbra is csak ezek tranzitját teszi lehetővé. Az Európai Unió légi és szárazföldi segítséget nyújt Görögországnak az erdőtüzek megfékezéséhez. 4 repülőgépet és 3 tűzoltó csapatot bocsát az ország rendelkezésére, jelentette be az Európai Bizottság. Görögország kedreggel aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, miután hétfőn több helyen is erdőtűz keletkezett Atén térségében. A lángok épületekben okoztak károkat. A hatóságok evakuálásra szólították fel az ott lakókat. Időjárás jelentés.
Szombatig heves zivatarokra kell számítani. Sok helyen alakulhat ki szupercella, jégeső és akár orkán erejű szél kíséretében, figyelmeztetett a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A hőmérséklet holnap reggel 20, napközben 30 fok körül alakul. Pénteken kissé melegebb lesz, szombaton és vasárnap ismét 30 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. A jövő héten visszatér a kánikula. Sport. A sporthíreket Szabó András mondja el. A Ferencváros labdarúgó csapata befejezte szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A Feröer szigeteki Klaksviktól hazai pályán 3-0-ra kikapott. Az első találkozón, mint ismert, 0-0-ás döntetlent játszottak. A visszavágó nem indult a legjobban Budapesten, a 8. percben ugyanis büntetőt rúghatott és értékesített a vendégegyüttes. A labda mögött Frederiksberg állt. A 32. percben a duplájával tovább növelte az előnyt, majd a végeredményt már az első félidő hosszabbításában beállította a Kassi. A topolyai TSC is vereséggel zárta a napot. Egy barátságos felkészülési mérkőzésen 2-0-ra kikapott Topolyán a Sremska Mitrovicai Rádnicskitól. Hamad Megyedovic és Miomir Kecmanovic is győzelmet jegyzett a Svájcban zajló 250 pontos tenisztornán. Előbbi meglepő módon a nála jobban rangsorolt osztrák Dominik Thiem ellen nyert 7-5, 2-6, 6-3 arányban. Kecmanovic pedig a papírforma szerint 7-6, 6-1-es szetteredménnyel búcsúztatta a svájci strikert. Megyedovic a legjobb 8 között a német Hafmannal csöp össze, Kecmanovic negyeddöntős ellenfele pedig az a belga Zizu Berks, aki Györe Lászlót búcsúztatta az első körben. Budapesten is zajlik egy női tenisztorna. Stollár Fanni sikeresen bejutott a legjobb 8 közé. A német Maria Tatjana ellen nyert 6-3, 2-6, 7-6 arányban. A negyed döntőben akár magyar ellenfele is lehet, amennyiben Tóth Amarisa Kiara fölülmúlja az ukrán Bindelt. A Tour de France 17. szakaszán Félix Gall aratott diadalt. A 25 éves osztrák kerékpáros 4 óra 49 perc és 8 másodperc alatt teljesítette a királyi etapnak nevezett 166 kilométeres hegyi szakaszt. A célvonalon a brit Simon Yates haladt át másodikként, a spanyol Pello Bilbao López pedig harmadikként. Az összetettben vezető Jonas Vingegaard volt a negyedik. A dán sportoló így tovább növelte az előnyét, és jelenleg 7 perc 35 másodperccel előzi meg a szlovén Tadej Pogacsárt az összesítettben. A harmadik pedig a brit Adam Yates, a mai verseny második helyezettjének ikertestvére. Holnap egy 185 kilométeres sík szakasz már a versenyzőkre. Végül még egyszer a főbb hírek röviden. Heves zivatar tombolt több szerbiai városban. A koszovói helyzetről egyeztetett a szerb államfő a NATO főtitkárral. Brüsszelben tárgyalt Belgrád és Pristina küldöttsége, de nem egymással. Moszkva szerint az ENSZ-nek 3 hónapja van a gabona egyezmény megmentésére. Szombatig többször előfordulhat ítéletidő, a hőség enyhül. A késő esti híradót hallották, köszönjük a figyelmet, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.